Szép délutánt kívánok mindenkinek. Megköszönöm Tamirnak a fantasztikusan jó és historikus bevezetőt, amely tényleg szerintem gyakorlati tanácsokkal szolgálhat mindenkinek. Megmondom, miért fontos a hosszú távú döntésekhez kellő időben kérdést és választ találni. Tegnap temetésen voltam. Egy olyan temetésen, ahol egy olyan ember temettünk el, aki 10 éves korom óta ismerek, és 1 évvel volt idősebb, mint én. Nem balesetben és tragikus hirtelenséggel hunyt el. Az igazi kérdés, hogy milyen döntések vezettek odáig, hogy megtegye. És az igazi kérdés az, hogy ha magunk nem tudunk segíteni magunkon, akkor ki tud? Képzeljünk el egy olyan embert, aki 3 főszakot vitt a bölcsészkaron, régészetet, magyart és történelmet, és mind a 3-ból summa cum laude mesterfokot szerzett. Ilyen okos, és egyébként pedig gyönyörű szenvedéllyel és érzelmi élettel bíró ember is. Mi történhetett az életének az 50 éve alatt? Milyen döntések vezettek odáig, hogy most úgy döntött, hogy ennyi, és nem tovább? Úgyhogy nehéz szívvel ültem a templom padjában tegnap, és elgondolkodtam azon, hogy sokon vagy kevésen múlik-e az, hogy beteljesítjük-e a karmánkat, vagy sem. Beteljesítjük-e azt a sorsot, amiért megszülettünk? Hogy végigéljük-e az életünket? És ha igen, akkor milyen döntéseink vannak ezért? Miről szól egyáltalán ez az egész, amit úgy hívunk, hogy születés? Amikor a test és a lélek találkozik, aztán 9 hónappal később elvágódik a köldögzsinór, és elkezdünk először sírni, lélegezni, hogy miről szól ez az egész, és egyáltalán meg lehet-e találni a célját. És eszembe jutott tegnap az a mondat, ami talán az egyik legfontosabb, ilyen egymondatos volt, ahogy Tamir is mondta, rengeteg ilyet hallottunk, és nagyon keveset értettünk akkor, amikor ez elhangzott. És 1993. decemberében, amikor megérkeztem Providence központba, akkor Sung San Suu nem volt ott, egy bentlakó zenmester volt, aki akkor nem volt ott, más bentlakó tanító nem volt, és voltunk összesen kb. 6-an egy olyan épületben, amely 200-ra volt építve. Tehát nagyon sokféle mozifilmet lehetett volna forgatni azon a sok üres helyen, de egyik film sem volt igazából jó. És akkor az ember úgy kicsit elgondolkodik, hogy miért van ott, és mit akar csinálni. És hogyha leszállása után ilyen a fogadtatás, amely nem valakinek a műve volt, csak maga a hely, a szanga, a viszonyrendszer ilyen, akkor én valójában mit keresek ott? Meg ezzel az egésszel, hogy zen gyakorlat és az életem első 90 naposa, mit akarok kezdeni? És akkor Sung San zenmester egyik már régi tanítványa, aki hajlandó volt beszélgetni velem, amikor az életnek ezt a fajta aspektusát elétártam, akkor egy nagyon fontos tanítást idézett az zenmestertől. És ezt először angolul fogom elmondani. If you look at life, no reason, no meaning, no choice. Hát az azt jelenti, hogy ha igazán az élet mélyére nézel, önmagában nincs értelme, nincs oka, és nincs választási lehetőséged. Ez egy iszonyú kemény dolog volt, és ezt azt mondtam, ezt nem hiszem el. Hát ilyet egy zenmester nem mond, ezt nem lehet. És erre azt mondta az idősebbik tanítvány, hogy ez igaz, mert mondott utána egy második mondatot, és csak a másodikkal együtt teljes az első. But if you attain this, then big reason, big meaning, big choice all appear. Tehát ha ezt megtapasztalod, akkor a nagyszerű jelentés, nagyszerű ok és nagyszerű választási lehetőség mind megjelenik. Persze, hogy nem érti ezt az ember akkor, csak azt látja, hogy van valami sokkal nagyobb nála, a saját véleményeinél, a saját bajánál, a kétségeinél, amely érdemes arra, hogy tanulmányozzuk, érdemes arra, hogy kicsit felfedezzük. Mit jelent az, hogy nincs választási lehetőségem? Például mindig. Hát szeretnék vizet inni, akkor iszom. Nem akarok vizet inni, nem iszom. De ha megnézed, onnantól fogva, hogy megszülettél, egy valamiben nincs választási lehetőséged.
abban, hogy meg fogsz halni. Hogy hogyan? Abban van. Hogy mikor? Abból is nagyon nagy mértékben, határok között, de van. És hogy ezen belül milyen okát és jelentését találod az életnek, hogyha már eleget kerested, tudod, hogy ez odakint, az életben önmagában nincs valahol kódolva. Az a lélekben van, az belül van. És hogyha ezt megtalálod, akkor van nagyszerű választási lehetőséged. Hogy miért élj? Miért maradj életben? És akik nem szembesülnek ilyen kérdésekkel, akik engedik, hogy gondolkodás, ideológia, érzések, szenvedélyek, esetleg szenvedélybetegségek elborítsák ezt a tiszta lelket, azoknak nem merül fel ez a kérdés, és nem tudják megválaszolni. Mert sohasem tették fel. És akármennyire zseniális volt a barátom, és tízszer okosabb, mint én, és fantasztikus pályát futhatott volna be, az életének a második fele balesetek sorozata volt, mert nem tudta sem a szenvedélyét, sem a gondolkodását megfelelő módon kezelni. És elege lett. Elege lett abból, hogy nem tudja ezeket a baleseteket megállítani. Elege lett abból, hogy olyan dolgokat gondol és érez, amelyeket nem tud uralni. És nem találta meg azt a módszert, amivel ezt uralhatná. Mert ő még mindig abban gondolkodott, hogy sorsunk van, és nem utunk. Hogyha nem fedezed föl igazából önmagad, a lelked működését, a világ működését, azt a törvényt, azt a darmát, amely ezt egybefogja, láthatóvá teszi, akkor csak sorsod van, de nincs utad, mert nem léptél rá, mert nem tettél föl kérdéseket, mert nem mertél válaszokat kapni. Vagy ha megkaptad, nem hitted el, és nem jártál a végére. Hát mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy valódi kérdéseket tegyél föl? És az a baj, hogy néha akármennyi szenvedés van, az illető nem lesz elég őszinte önmagához azért, és úgy, hogy ráléphessen az útjára, és így a sorsát átváltoztathassa. És akkor ez a következő életre marad, mint feladat. A következő életre marad ugyanazzal a megoldatlansággal, ugyanazzal a teherrel, mint ami most volt, de nem néztünk vele szembe. Úgyhogy elbúcsúztam tőle, de tudom, hogy még találkozom vele. Csak fel kell ismerni, hogy éppen hova született és milyen testbe. Van egy olyan mondás, amit idéztek egy régi törzsi kultúrából, amikor megszületik egy újszülött, azt a fülébe súgják, hogy szeretünk és segítünk utadon. Ezt jó lenne minél többször hallani, és valójában így is cselekedni. Mert másunk nem nagyon van. Tehát amikor az interjún tapasztalod azt, hogy tényleg üres kézzel jövünk, és üres kézzel távozunk, és hogy tényleg ilyen az ember, e kettő között mi van? Milyen utat járunk be? Mennyire ébredünk rá arra, hogy mik vagyunk mi, és mi a világ? Mennyire tudunk az úton járni, ahelyett, hogy csak a sorsunkat cipelnénk a hátunkon? És mennyire lesz a teherből lehetőség, a kötöttségből szabadság? Mennyire tudjuk ezt átváltoztatni? És hogy ez mennyire rajtunk múlik, és micsoda felelősségünk van, az pont akkor mutatkozik meg, amikor egy hozzád közel álló és kedves ember, a barátod, akivel gyerekkorodban meg akartad váltani a világot, egyszer csak eltűnik. Tehát milyen kérdést teszel föl? Milyen választ hallasz? Milyen döntést hozol? Milyen utat jársz? Ezek közvetlen összefüggésben vannak azzal, hogy milyen életet élsz és milyen halált halsz. Hogy életről életre hova születsz. Ezért van óriási lehetőségünk arra, hogy a szellem szabadságát elérjük, a lélek kötelékeit meglazítsuk, és utána letegyük, és óriási felelősségünk, hogy eközben mit vállalunk, mit teszünk félre, és mit viszünk magunkkal. Régen Kínában volt egy Hotei nevezetű szerzetes, és nagy hasú volt, volt egy zsákja, és így lógtak rajta a gyerekek. És ő volt a Mikulás a kínai Mahajánában. Ő egy valódi szerzetes volt, és rengeteg legenda fűződött a nevéhez.
Az egyik az volt, hogy amikor már minden gyakorlatot befejezett, akkor szépen leült a fa alá, és várta, hogy a nap odaérjen, és akkor sütette a hasát a nappal, és amikor elment a nap, akkor szépen visszaöltözött, és várta a következő napfelkeltét. Hotei egyszer lefelé jött a hegyről egy elvonulás után. Éppen akkor egy fiatal szerzetes ment fölfelé a hegyre, hogy egy elvonulást megkezdjen. És Hotei, ahogy látod a képeken, a hatalmas nagy zsákját vitte a hátán. És a fiatal szerzetes, ahogy meglátja, üdvözli, Hotei Hwasong, micsoda fantasztikus karma, hogy találkozhattunk. Most már biztos, hogy jó fog sikerülni az elvonulásom, de kérlek, taníts! Mit csináljak ez alatt a 100 nap alatt fönt a hegyen? Erre Hotei fogja is egy mozdulattal elereszti a zsákját, ez lepuffan a földre. Erre a szerzetes azt mondta, nagyon köszönöm a fantasztikus tanítást, de ezután mit csináljak? Hotei megfogta a zsákját, föltette a hátára, és tovább ment lefelé a hegyről. Nagyon fontos az, hogy ezt a zsákot tegyük le. Teljesen. És hogy utána mit veszel föl, az már a te dolgod. Mit válasz? Kit válasz? Miben hiszel? Kiben hiszel? Úgyhogy ezért nagyon fontos az, amit hallottunk a bevezetőben, egyszer érd el azt, hogy mindent félreteszel. Mindent. És mindenkit. És utána pedig, miután a sorsodtól megszabadultál, tudatosan választhatsz, hogy mit csinálj, és kivel társulj. Úgyhogy ha van ez ügyben bármiféle kérdés, akkor nagyon szívesen megpróbálok rá válaszolni. Nekem az egész életem a saját életem feladásáról szól. Gyerekkorom óta csak ezzel jár az eszem, de mindig visszatartott valaki, hol apukám, mert tudtam, hogy szüksége van rám, hol a macskám, mert felelősséget vállaltam érte, most a barátnőm, aki tudom, hogy nélkülem elveszne, mikor lesz az, amikor saját magam miatt tudok élni, hogy mi lesz akkor, hogyha már nem lesz kiért élnem. Pontosan akkor lesz egy olyan változás, amikor engeded, hogy ez megtörténjen. Először magadban teret kell ennek nyitni, és a meditáció nagyon jó alkalom erre. A meditáció nem más, mint a tudat terének a letisztítása, és a tudat eredeti tükörszerű természetének a megtapasztalása. És amennyire elvontnak tűnik ez, és amennyire úgy tűnik, hogy ez nincs kapcsolatban azzal a problémával, amit éppen átélsz, pontosan olyannyira van. Mert ebben a tükörben látsz mindent. A bevezetőben nagyon jól hallottad. 52 napon keresztül minden naplementénél hascsikarás, szorongás, és egy kontrollálhatatlan magányérzés. És akkor egyszer csak sikerült úgy rátekinteni, hogy az azonosulás megszűnt. Sikerült úgy rátekinteni, hogy ezt én hogy csinálom. És akkor vissza lehet fordítani a folyamatot, hogy ha eddig azt tettem, hogy magamért nem voltam képes élni, most találok magamnak egy olyan motivációt, amiért érdemes. És ez már nem külső. Ekkor leszel autonóm. Ekkor leszel szellemileg önálló. És az, hogy te szellemileg önálló és autonóm légy, az itt az egyik legfontosabb feladat mindenkinek, és ez a tanításnak az egyik fő fókusz, ezt hívjuk felébredésnek. Hát ha felébredsz az illúziókból, ha felébredsz a téves nézetekből, ha megszűnik a kapzsiság, a félelem, a különböző típusú dű, akkor az ember úgy tud autonómmá válni, hogy minden lényért tud már élni. És nem csak bizonyosakért. Ők is benne lehetnek. De teljesen megváltozik az élet, mert az élet tapasztalat megváltozik, mert elérted azt, ami tapasztal. Tehát ez nagyon fontos lépés. Ami külső támaszra van szükség, használd a külső támaszt. Nincs az a semmi baj. De az irány, amit itt fölvettél, és tényleg hősiesen követsz, az az, hogy legyek önálló, és ébredjem föl azokból az illúziókból, amelyek eddig rossz döntéseket hozattak velem. Ha az ember egy picikét jobban meglátja az ok és okozat működését, akkor ezt az életet úgy értékeli, mint egy fantasztikus kincset, ami a karmájának a meglátására, megújítására, megtisztítására alkalmas. Miért? Van egy alaptörvény,
amit nagyon-nagyon jó lenne, ha minden ember látna, ha minden lény, aki testbe született, meglátna. És ez pedig az, hogy olyan karma, amit te inkarnációval teremtettél, tehát amit inkarnációban te teremtettél, csak inkarnálódott állapotban oldhatod föl. Ezért nem megoldás az, hogyha az ember csak úgy testetlen állapotba visszaküldi magát. Nem old meg semmit. Miért? A törvény ugyanúgy működik, csak az egyik esetben van test, tehát van szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, a másik esetben nincs. Az egyik esetben képes vagy beszédre, gondolatra, érzelemre, cselekedetre, a másik esetben nem. Tehát mindaz a karma, amit mi teremtünk, az gondolat, érzelem, beszéd, cselekedet, és hogyha ezügyben akarunk tenni valamit, akkor gondolkodnunk, éreznünk, cselekednünk és beszélnünk kell. Vagy ezektől kell tartózkodnunk tudatosan született állapotunkban. Hát ezért van óriási értéke az emberi testnek, az emberi létnek, mert csak ebben az állapotban tudunk korábbi egzisztenciához, testesüléshez köthető karmát elvenni, vagy újat teremteni. Jó? Már ez önmagában elégnek kell, hogy legyen, ha kellő mértékben tapasztalattá érik, hogy az ember a saját életét nem önző szempontból tudja fontosnak. És ne is egy másik ember szempontjából tudja csak fontosnak. Úgyhogy önmagában az élet azért, hogy a lélek tisztuljon és a szellem működjön, azért, hogy a Buddha természetedet megtapasztald és a karmádat lepucold, ez már önmagában óriási lehetőség. És csak tudatos, inkarnálódott állapotban lehetséges. Ez az ember alaphelyzete ezen a földön. Úgyhogy tessék ránézni arra, hogy mi mindenre vagy képes, amíg testben vagy. Mi mindent tudsz tenni, és nem csak azokat a korlátokat, amelyeket sajnos néha visszünk magunkkal, visszük a korábbi ragaszkodásainkat a betegségeink formájában, visszük a korábbi érzelmi dolgainkat a komplexusok egyebek formájában, visszük a gondolkodásra való túlzott képességgel, vagy túlzott képtelenséggel, az összes korábbi kognitív döntésünket azonosulások formájában. Tehát vigyázni kell ezekkel, hogy pontosan milyen döntést hozol, és utána mit gondolsz, beszélsz, érzel, és teszel. Mert hogyha ezekkel az ember azonosul, még egy újabb réteg keletkezik az énségén. Egy újabb gyűrűt kap a fa, és egy újabb kilót teszel bele a hátizsákba. És utána pedig azt kell majd félretenni, azt kell majd leválasztani magadról. Az életnek, hogyha megnézed, ha így látod azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, akkor tényleg nagyszerű választásra, nagyszerű jelentésre és nagyszerű okra lehet jutni. Úgyhogy amennyire tökéletlen az az egzisztenciáid, amennyire rövid, amennyire kérészhető, amennyire kockázatos, amennyire feltételhez kötött, pont annyira értékes. Ezért szeretünk kockázatot vállalni. A kockázat az mindig azt jelenti, hogy akár nyerek, akár veszítek, valamit nagyon erősen tapasztalok. És ezért az erős tapasztalásért néha mindent kockára teszünk, hogy érezzük azt, hogy ez valójában hogy van. Valójában mitől marad meg? Vagy mitől vészel? Hogyan keletkezik? Hogyan szűnik meg? És ez csak egy lépés, hogy bizonyos hormonkeverék felszabadul az emberben, és így vagy úgy érzi magát. Az egy dolog, az elmegy. És utána már van egy nagyon tudatos, azt mondom, hideg kockázatvállalás, akkor bejössz ide a dharmaterembe, már az x-edik elvonulásodat csinálod az x-edik hónapban, és már nincs meg az, hogy jaj, most akkor meditáljunk, és akkor nézzük meg, hogy fáj a térdem, vagy nem, vagy hogy érzem magam, vagy jó-e akkor. Ez már mind le van futva. De még mindig idejössz, és tudatosan vállalod a kockázatot, hogy magadban olyat látsz, amit eddig nem. Olyan karmát tapasztalsz, amit eddig nem. Olyan önképváltozás van, ami eddig még soha. És ez az a kockázatvállalás, amitől az egész működik. Tehát, hogyha az ember ragaszkodik a tudothoz, az ismerthez, ami eddig a megszokottat adta, akkor egész biztos, hogy ha ezt a komfortzónát nem hagyja el, nem tud haladni az úton, és csak a sorsának a kis konfociával játszogat. Úgyhogy ezért kell kockázatot vállalni, helyes kockázatot. Ezért érdemes a sorsból utat gyúrni,
És ezért érdemes meglátni azt, hogy igen, van ebben az életben nagyszerű ok, amiért érdemes élni, van egy nagyszerű értelem, ami meghaladja az emberi gondolkodást, és hogy van egy nagyszerű választás, amivel énteleníthetod magadat, és feloldhatod magadat ebben úgy, hogy te közben egy világosabb létállapot felé mész. De annyit tennék hozzá, hogy az elmúlt pár napban iszonyatosan nagy dühöt, haragot és gyűlöletet érzek. És nem tudom, hogy honnan jött, és egyszerűen nem tudom elmulasztani. Leülök, és jön. Nem kell elmulasztanod, engedd át magadon. Valahonnan jött, és valahová ment. Ezt úgy hívjuk, hogy nem tudom, vagy nem tudható. Közben rengeteg feltétel van, hogy pontosan mitől leszel dős, vagy kitől leszel dős, ez teljesen mindegy. Abból a szempontból, hogy valahonnan jön, és valahová megy, az a legfontosabb, hogy engedd elmenni, ha már egyszer megjelent. Ne ragaszkodj hozzá, ne akard megállítani, ne tégy úgy, hogy ez nem történt meg, ne ítélkezzél magad és mások fölött, ne nyúj hozzá. Megjelent, eltűnik. Most a kettő között van a szenvedés. Hogyha ez a pont egyé válik, ahogy megjelenik, úgy tűnik el, akkor nincs szenvedés. A tegnapi napot végig küzdöttem hasonló jellegű gyomortájéki problémával, ami olyan szintű volt, hogy nagyon közel voltam az, hogy most kell abbahagyni, most kell fölállni. De tartottam, ezért jöttem, és csak a meditációba indult el. Tehát bejövök, leülök, minden rendben, cang. És annyira sem futott az erőmből, hogy mélyebbre menjek, nagy kérdés, vagy valami, semmi, csak kimantráztam. Csak az, hogy vinni lefele tantienbe, és akkor majd legyengül. Okos döntés volt ez szerinted? Nem okos, de jó döntés volt. Ilyenkor az ember nem tud okos lenni, mert fáj. Mert éppen ott akarja hagyni az egészet. Mert mindaz, ami eddig működött, mint valami komplex ugye, okosság, az egyszerűen kudarcot látszik vallani. És akkor az ember nem okos. Akkor kell az egyszerű és a tiszta, amely korábban okos lehetett, de most nem az, mert az az okosság már működésképtelen. És az igazi konfliktus megoldás, az igazi válságkezelés, az pont ezeken az egyszerű és tiszta pillanatokon múlik, amikor félreteszed a megszokott okos gondolkodást, és egyszerűen hozol egy olyan döntést, amit nem tudtál logikusan levezetni, vagy példából visszaigazolni, egyszerűen csak csinálod, és reméled, hogy lesz jó eredmény. Ennyi. És hogyha van eredmény, akkor rájössz, hogy valami olyan működött benned, amely eddig nem volt ennyire nyilvánvaló. És ezt hívjuk a nem tudható működésének, vagy a nem tudó tudat működésének. Jobban szeretem azt, hogy nem tudható, mert ha azt mondom mellé, hogy tudat, akkor már hirtelen elgondolsz valamit, és beleteszed magad. Az meg szükségtelen. Tehát a nem tudhatónak van egy olyan működése, amely mivel nem tudható, ezért nem jósolható meg, nem vezethető le, nem fogható logikai keretbe, nem fogalmazható meg érzelmi mintázatokként, de mégis működik. Minden formájában működik. És amikor egy ilyen tapasztalat van, akkor az ember elkezd igazából bízni igazi önmagában. Úgyhogy nem nevezi el. Úgyhogy nem akarja az állapotot tartósítani. Úgyhogy már tényleg nem akar semmit, tényleg félreteszi ezeket a korábbi elgondolásait, csak azt látta, ez most működött. Erre később támaszkodhatom. Kész. És ez nagyon fontos. Tehát ezért hozzuk magunkat válsághelyzetbe. Ezért vállalunk kockázatot. Ezért engedjük, hogy a korábbi énképünk elomoljon és elporladjon. És akkor ezek a karmák akármilyen szomatikus tünetekkel járnak, akármennyire levered a fizikumon, hogy itt fáj, ott fáj, ez történt, az történt, most így érzem, úgy érzem. Egyszerűen az elhatározásod és az akaraterőd, a belátásod és a meditatív tiszta tudatod erősebb lesz, mint a karmád. És ez mindenkivel megtörténik, aki kellő ideig, kellő kitartással, helyes irányvétellel gyakorol. Tehát nincs olyan, hogy ne történjen meg. Ha állandóan visszatérsz a párnára, visszatérsz a gyakorlathoz, visszatérsz ahhoz a belső tartáshoz, amely a tiszta, tükörszerű, térszerű, egyévvált tudat működése, az nem lehet,
hogy a karmád még mindig erősebb egy idő után, mint ez a tiszta, nem mozduló tudatosság. Hát, melyik farkas teteted? Hova teszed az energiádat? Ha dualitásokba teszed, akkor a karmád lesz erősebb. Ha az egységtudatba, a világos felébredett jelenlétbe teszed, akkor az lesz erősebb. A mi választási lehetőségünk. De amikor vannak ilyen fordulatok, hogy hirtelen egyikből átmegy a másikba, akkor nagyon meg vagyunk lepve, hogy ez lehetséges. Márpedig ezt ebben a teremben mindenki tudja, hogy lehetséges, mert nem ülnétek itt. Kicsit, vagy nagyon, sok tapasztalat, vagy kevés, teljesen mindegy. De itt hiába valóságot nem látok senkinek a tekintetében sem. Még ha teljesen kezdők lennének köztetek, akkor sem. De itt nem teljesen kezdő senki sem, hiszen nem az első napot töltitek itt. Úgyhogy tudjátok már, többé vagy kevés, hogy ez hogy működik. És hogy miért ilyen fontos a tantien gyakorlat, a nem kettősség tudatának a gyakorlata, a nem ítéletalkotó, nem dualisztikus, nem szétszabdal tudat gyakorlata. És akkor ez működik. Működik a mantra. Vagy bármi más módszer, ami hirtelen akkor a kezedbe akad, és azzal egy mozdulattal elintézed azt, amit eddig több napon, több héten keresztül nem tudtál, akármennyit gondolkodtál, akármilyen érzéseket hívtál elő magadban. Úgyhogy további jó működést kívánok. Az, hogy ide jöttem erre az időszakra, ez karma. Karma-e? Persze, hogy karma. Nagyon jó karma. Semmi gond ezzel. Nagyon jó karma. Akkor mégis mi az, amit a szőnyegen birkózik velem, amelyik hozza azt a képet, hogy a fiat kórházban van, te meg itt ülsz. Az is karma. Mi a különbség a két karma között? Vagy? Egyik erre megy, a másik arra megy. Az egyik itt marad, a másik menne el. És attól függ, hogy te melyiket látod el energiával, hogy melyik következik be. Ez az energia úgy hivatik, hogy hit. Melyikben hiszel jobban? Abban hiszel jobban, hogy itt kell lenned, és csinálni ezt a belső munkát, és a külsőt is, amit egyébként nagyon jól teszel, azt látom. Vagy pedig abba kell hagyni, bele kell merülni a családi karmába, és akkor elmenni innen, és akkor azt csinálni. Úgyhogy amelyikben jobban hiszel, azt fogod tenni. Csak az a kérésem mindenkivel, aki ilyen dilemmákat hoz, hogy ne csak egy pillanatban higgyen a személynek, hanem mindig higgyen a személynek. Tehát higgyen a személynek folyamatosan, amikor csak nyitva van és lát vele. Nem csak akkor, amikor ugye akarok valamit látni, akkor azt meglátom, aztán kicsit behúnyom, vagy csak félig nézek ki a fejemből, hogy aztán tudod. Mindig higgyél a szemednek. És akkor rendben van. Egy valamit csak a saját döntésed védelmében szeretnék mondani, mégpedig azt, hogy ez a lineáris idő nagyon érdekesen működik, mert amikor eldöntötted, hogy eljössz erre a visszavonulásra, és x napig fogsz tartózkodni, és kitöltötted a jelentkezési lapot, a világ megváltozott. A saját döntésed megváltoztatta a saját világodat. Tehát te eldöntötted, hogy x napig kivonod magad a külső forgalomból, és bejössz a zen szervízbe, és különböző ilyen motorgenerálokat folytatsz magadon. Most ez a döntés, ez ketyeg, mint szépen ez a kis időzítő, és eredetileg ez akkor járna le, amikor kitöltötted a végző dátumot a jelentkezési lapon. Most ezt meg lehet változtatni, de a világ rögtön nem fog visszaidomulni hozzá. Tehát nagyon sok ember mondja, akik elmennek a retreatről idő előtt, hogy kimentem, de nem azt találtam, amit belül gondoltam, mert már annyira megváltozott a külvilág, amíg én itt voltam, ez az egyik. Másik pedig az, hogy amit én akarok, itt most bent, az nem egyezik azzal a helyzettel, ami kint van. Tehát teljesen más várta az embereket odakint, mint amit belül elgondoltak. És 99%-uk azt mondta, hogy hát igen, jobb lett volna, hogyha befejezem azt, amit magamnak eldöntöttem, amire én sűrűn bólogattam, egy okból biztos, több okból is lehetett, de egy okból biztos. Az akaraterődet azt tartja életben, hogyha eldöntesz valamit, és végigcsinálod. Ez az akaraterőnek az alaptréningje. Tehát úgy tudod magadat a legjobban cselekvésképtelenné tenni, ha eldöntesz valamit, és nem csinálod meg. Mert akkor ez lesz a döntési mechanizmus, és a mintázat, és akkor az lesz, hogy eldöntesz valamit, és már jön is a szokás, úgyse fogod megcsinálni. Szevasz. És ez az, ahogy cselekvésképtelenné tudjuk magunkat tenni. Na most, ha
kivitelezés közben rájössz, hogy hát én nem ilyen házat akartam, vagy belemész valamibe, ami később irányt vált, és a következő kanyar után már tényleg nem az a láthatár, mint induláskor. Nagyon sokszor van így az ember társkapcsolatokkal, elkötelezettségekkel, társaságokkal, különböző környezettel, hogy azt hitte, hogy, azt közben dehogy. Ekkor az ember azt mondja, hogy tudatosan visszavonom az energiámat, tudatosan nem akarom folytatni ezt a kapcsolatot, elkötelezettséget, stb., mert már megváltoztam én is, ő is, a környezet is, és már nem az, amit elsőnek elgondoltam. De itt ebben a műfajban, a dharma gyakorlatának az esetében, az elején, a közepén és a végén mindig ugyanarról van szó. Tehát nincs változás a következő kanyarban a célképzetet illetően, a módszert illetően, a környezetet illetően, a tanítást illetően, de a karmádat illetően, na ott van. Tehát ne tévesszük össze a saját karmánk bakugrásait a tanítás épp adott minőségével. Tehát amilyen karmád van, azon a szűrőrendszeren keresztül látod az egészet. És ezt a szűrőt állandóan félretenni, ez egy nagyon nagy meló, más se csinálunk 8 órán keresztül naponta. Ezeket a szűrőket bontjuk le. És néha ezek a szűrők iszonyú erősek. Ezek hívnak ki, omlasztanak össze bent, különböző dolgok történnek belül, és akkor ezt akarod, azt akarod, amazt akarod. De ha magában a mechanizmusban hiszel, mert a tapasztalat ezt igazolja vissza, akkor fogod magad, és az elejétől a végeig végigcsinálod. És nem csak az akaratod erősödik meg ezáltal, hanem a világ is így tud alkalmazkodni hozzá. Tehát te mire innen kikerülsz az adott dátumon, addigra készen van az a helyzet, amiben most sokkal korábban és éretlenül mennél vissza. Addigra van kész. Miért? Mert eldöntötted, és megváltozott a világ, és elkezdett úgy működni, hogy te azon a dátumon szépen hazaérsz. És ez az, ami az embereknél, hogyha megcsinálták egyiket is, másikat is, nem biztos, hogy dharma gyakorlat esetében, hanem más esetben ugye megszakították, és aztán rájöttek, hogy ezt mégse kellett volna, és a többi, akkor pontosan belátják, hogy ez az idő, és benne a tér, az összes karmával együtt hogyan működik. Na most ezelőtt meg lehet hajolni. Ezelőtt meg lehet adni magadat. Ezelőtt a tényleg nagyon nagy és nagyszerű működés előtt félre lehet tenni dolgokat. És akkor valami mélyebb bölcsességet sajátítottál el saját tapasztalatodból, együttérzéssel együtt. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kell felejteni? Hogyan kell letenni azt az adott hátizsákot, és utána nem visszavenni? Hogy ha el is jutok odáig, hogy leteszem, vagy körbejárom, és azt mondom, hogy hát nem hagyhatom itt az út közepén, vagy azt gondolom, hogy biztonságérzetet ad, mert hát, ha szükségem van arra később, ami abban benne van, és akkor bármikor elővehetem. Hogy akkor lehet, hogy nem is azzal kell foglalkoznom, hogy elfelejteni, hanem csak bízni abban, hogy nincs rá szükségem. Nem fontos. Úgy, hogy nem fontos. És azt nem így, hogy teljesen el fogod felejteni, hanem a fontossági sorrend gyönyörű totemoszlopán egy nagyon-nagyon alacsony helyre kerül. Épp az, amit el szeretne felejteni valaki. Tehát a felejtés és a fontosság az nagyon összefügg. Tehát mindenkinek van egy rakás, néha több száz címe, telefonszáma, és ott tárolja magát a kis telefonjában, és hogyha keresztül vágja az ember magát ezen a dzsungelen, megnézed, hogy kinek az arca jut még az eszedbe a névről. Tehát mindenkit láttál legalább egyszer, aki bekerült a címjegyzékedbe, alsó hangon. Van úgy, hogy nem, de 95%-át láttad. Hánynak jut eszedbe az arca? És akiknek az arcára egyre kevésbé emlékszel, egy idő után a nevük is az, hogy miért írtam ezt fel, nem is tudom, hogy ez kicsoda, de mégis itt van. És egy idő után azt mondod, hát ez nem fontos, se a forma nem maradt meg, se a név nem maradt meg. Már nem tudod kicsoda. És egy idő után, amikor takarítás van, akkor kitörlöd. Tehát így szokott az ember felejteni, hogy minden dualisztikusat visszavon belőle. Tehát amíg van minőségalkotás,
amíg van megkülönböztetés, amíg kiemeled azt a bizonyos jelenséget, egyebet, amíg dualisztikus attribútumokkal, minőséggel ruházott föl, jó vagy rossz, kell, nem kell, szeretem, nem szeretem, addig az a tudatban pörög. Nem megpörgetted. És mihelyt ezt a dualisztikus energiát visszavonod, csak úgy látod, ahogy van, csak úgy fogod föl, ahogy az éppen most létezik, nem teszel bele további minőségeket, nem gondolkodsz róla, nem táplálsz érzéseket felé, nem cselekszel irányában érte vagy ellene, előbb-utóbb az elmúlik. Hát remélem azt, hogy mindannyian jól bánunk a dualisztikus energiáinkkal, és pillanatról pillanatra visszatérünk az egy tiszta tudatba, csak azért, hogy ezt a dualisztikus világot még jobban művelhessük. Ezzel a belátással, hogy sem az egy, sem a kettő, sem a sok nem akadály. Hogy műveljük a tiszta tudatot, a meg nem jelenőt és el nem tűnőt. Hogy műveljük a megjelenőt és az eltűnőt. Hogy otthon vagyunk az egyben, a kettőben és a sokban egyaránt, ezzel a belátással tudunk igazából segíteni magunkon és másokon. Úgyhogy köszönöm mindenkinek az ez irányba tett erőfeszítést, és gyakoroljunk továbbra is együtt. Köszönöm szépen!